Te Krisz, nem kéne beszélni Messi és Ronaldo párharcáról végre? Nem, hot topicra készülök. Azt vágod, hogy Icardi és Wanda kibékültek? Nem hallottam. Azóta megint összevesztek. Pont, pont, pont. És azt hallottad, hogy a pápa Láció szurkoló? David, get a life. Azt láttad azt a videót, amikor Haaland sétál az utcán? David, dolgoznék! Van egy cuki macskás videóm. Erre nem számítottam. Ez jó! Mondom a jó híreket, Krisz. Véget ért az átigazolási szezon. Semmi nem akadályoz meg minket, hogy újra foglalkozzunk a hét pillanataival, hiszen fut a bajnokság, vannak érdekes mérkőzések, kivéve Angliát? Igen, de Angliában most éppen fordulnak a történelem lapjai. Úgyhogy ezért megéri így a hét pillanataként beszélni róla, mert hogy ugye elhunyt II. Erzsébet angol brit királynő, emiatt elhalasztották a Premier League hétvégi fordulóit. Ugye ami azért furcsa, mert hogy elhalasztották nem csak ugye a Premier League-et, hanem a korosztályos focit, a női foci idén sem indulhatott el. Miközben meg nagyon sok más sportág meg ugyanúgy mehetett tovább. Köztük a rugby, a cricket vagy a golf, ami ugye Angliában eléggé őshonosak. És az, hogy miért kellett lefújni a Premier League-et, meg hogy egyáltalán a labdarúgó mérkőzéseket, ennek az okait tulajdonképpen csak arra tudták visszavezetni, hogy hát van egy ilyen személy összefonódás az angol királynő, illetve az angol szövetség között, ugye ő a patronja, vagy fejese, de ugye az egész ilyen szimbolikus személyi kapcsolaton keresztül megy. William Herceg is ugye az FA-nek, tehát az angol szövetségnek a fejese, 2005 óta ő adja mindig át ugye az FA kupát. A kérdés az az, hogy érdemes volt? Tehát nem lett volna szimbolikusabb, meghatóbb, nem tudom, közösségibb jellegű, hogyha azt mondták volna, hogy tessék, megrendezzük a meccseket, és akkor lehetett volna fekete karszalag, himnuszt, már a God Save the Queen helyett, vagy God Save the King helyett, tehát hogy meg lehetett volna emlékezni így is. Volt a Twitteren egy kép, amit szerintem már nem fogok megtalálni, de hogy valaki így írta egy ilyen ironikus módon, hogy gyerekek, 95 évünk volt megkérdezni az angol királynőtől, hogy szeretne foci meccseket, hogyha meghal azon a napon. Ennyi dolgunk lett volna, you had one job, érted, és nem sikerült. És ugye azért is furcsa ez az egész, mert amikor Erzsébet apja meghalt 52-ben, a 6. György, akkor ugyanúgy megrendezték a foci meccseket, sőt az ő apjának a halálakor is ugyanúgy ment tovább az élet. Ugye 24 órával a Premier League indulása, vagy az akkori forduló indulása előtt pedig ugye azért volt para ezt az egészet lefújni, mert nagyon-nagyon sok, több tízezer ember utazott volna ugye ezekre a meccsekre, köztük olyan emberek is, akik külföldön laknak, emiatt ugye ugrik a repülőjegyük, hoteljegyük, arra már nem kapnak visszatérítést, a meccsjegyükre is csak egy bizonyos százalékot kapnak vissza. Ráadásul most a női foci Angliában azért nagyon divik, nagyon nagy a hype, mindenki Lia Williamson akar lenni, vagy Chloe Kelly, mert ugye ők nyerték az Európa-bajnokságot most a nyáron. És hát nem lett volna kicsi ez a logisztikai terhelés, ami most lesz, amikor ténylegesen megtörténik a temetés, és nem akkor, amikor meghalt, mert hogy akkor szükség lesz majd mindenféle lezárásokra, rendőrökre, mentősökre, forgalomterelőkre. Tehát, hogy lehet, hogy akkor lett volna inkább érdemesebb ezeket elhalasztani. És ugye Peter Crouch, meg Gary Neville, meg Piers Morgan, meg nagyon, rengeteg közéleti személyiség, volt focista, újságíró is felszólalt az ellen, hogy nem biztos, hogy ennek ez volt a legjobb módja. Nyilván mi ezt szerintem nehezen értjük meg innen, főleg egy ilyen intézményrendszerben, meg állami berendezkedésben. Minden esetre így most a VB előtt egy ilyen nagyon tömörített naptárral ez egy kicsit neccesen jött ki, hogy ennyire drasztikus lépést hozott meg a Premier League, és ugye még nem tudjuk azt, hogy pontosan, hogy fog lezajlani a következő forduló, de csak hogy legyen egy ilyen pozitív kicsengés, vagy pozitív végszó. Második Erzsébet ugye sosem árult el, és ezt direkt meg akartam nézni, második Erzsébet sosem árult el, hogy kinek szurkol. És voltak pletykák, hogy esetleg az Arsenalnak, vagy a West Ham Unitednek, ami a kettő eddigi üti egymást,
De mindenkinek ajánlom, 2007-ben Arsène Wengerék, még az arzenálos időkben ellátogattak hozzá egy ilyen igazi feel good videó, ahogyan ott látogatják, és csak ezt akartam bedobni, hogy tudod-e, kedves Dávid, hogy az új angol királynak, harmadik Károlynak ki a kedvenc csapata? Fogalmam sincs. Csak gondolja nem az Arzenál. Egy Premier League csapatra gondolja, ami nagyon ekte csapat. Ekte Premier League csapat? Hát, vagy ekte angol inkább úgy mondanám. Ekte angol? Hát akkor ez nem a Watford lesz. Nem tudom. Nem tudom. Nem, és segítek neked annyit, hogy tavaly kiestek. Tavaly kiestek? Fú, most hirtelen nagy bajba vagyok, mert akkor a West Bromwich? Nem, Burnley rajongó. Oh. Sőt, ugye Harry Herceg Arsenal rajongó, illetve William Herceg pedig Aston Villa. Csak hogy így felkerüljön mindenki a térképre. Kiváló. És tudjuk, hogy ki hol van a helyén. Hát így ezt nem tartom így ennyire számon, hogy őszinte legyek, de örülök neki, hogy ezt így tudod egyébként. Elárulom neked, tegnap igény is tudtam. Ami viszont érdekes még így a meccsekkel kapcsolatban, azon túl, hogy elmarad meg hihetetlenül tömör VB szezon van, és ki tudja, mikor lehet majd ezeket a mérkőzéseket pótolni, hogy tegyük fel, hogy mondjuk te vagy az esélyesőknek, a műsorvezetőnek a szerkesztője, mondjuk, fel, és tegyük fel, hogy a hétvégén lesz egy Chelsea-Liverpool mérkőzés, tegyük fel, és tegyük fel, hogy összeírod a témapontokat, készülsz rá, visszanézed a korábbi mérkőzéseket, az inzertekhez előkészülsz, elkészülnek az inzertek, minden, és jön egy tweet, mondjuk így hétfőn, délelőtt, hogy elmarad a meccs. Na, true story. Tehát... Szegény szerkesztő. De ki lehet az? Remélem, jól megfizeted. Hát figyelj, néha egy csokival megetetem azért magamat, hogy ez jó kedve legyen, nem vagy ilyen. Na, úgyhogy szívesen foglalkoztam volna a Chelsea-Liverpool-al az esélyesekben, de nem azzal fogunk foglalkozni majd. Viszont én is hoztam egy történetet, egy sztorit. Ez szomorú, de mégis pozitív kicsengésű. Ez a Cadiz-Barcelona mérkőzésen történt, és itt nem az eredményre, nem a játékra, egyáltalán nem a fociról van szó, hanem a focin kívüli dolgokról. Úgyis a 80. perc után, 82. perc, hogyha jól emlékszem, a játékvezető megállította a játékot, mert egy néző rosszul lett a lelátón. Hát és lehetett látni nagyon durva felvételeket, és az is látszott, hogy a játékosok imádkoznak egyébként itt azért a szurkolóért, akinek teljesen leállt a szíve. Szerencse volt, hogy a lelátón ott volt egy Juan Jesus nevű orvos, aki a Cádiz egyik bérletese, és ő volt az, aki gyorsan oda rendeltek, egyébként mind a két csapatnak a medikális stábja, tehát a csapatorvosok rohantak ugyanúgy a nézőtérre, és volt egy nagyon szívbe markoló kép, amikor Ledezma, ugye a Cádiznak a kapusa, rohan a defibrillátorral, és oda dobja így a szurkolói zónába az eszközt. Nyilván nem mutatott semmit a kamera, nagyon drámai volt a hangulat, kicsit ahhoz tudnám hasonlítani, mint az Eriksen pillanat. Mindenki izgul egy valamiért, és háromszor éreztették újra a férfit, az idős férfit, aki rosszul lett, és hát ez az orvos Juan Jesus végül is megmentette az életét. És el is mondta, utána kérdezték, hogy miért volt fontos, hogy megállítsák a mérkőzést, és elmondta, hogy azért nagyon fontos ilyenkor megállítani a mérkőzést, mert nagyon fontos azon kívül, hogy ő és mondjuk az idézőjeles szakmai stáb, vagy az orvosok ott vannak, és tudják, hogy mit kell csinálni, de a közegnek is készen kell erre állni, és hagyni kell őket a munkájukat maximálisan végezni, mert így van a legnagyobb esély arra, hogy megmentsék a valakinek az életét. Hogyha közben folyna a mérkőzés, akkor nyilván az emberek szurkolnának, odafigyelnének, nem az lenne az elsődleges, hogy egy emberi életet megmentsenek, úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos. És bár nem olyan láttam ilyen kommenteket, de ez nagyon fontos, hogy ezért állítják meg ilyenkor a mérkőzés, ez az, ami miatt így nagyon gyorsan cselekszenek. A hétvégén egy Real Sociedad elleni mérkőzésen is volt egy ilyen pillanat, ott is az első perc után megállították a játékot, ott szerencsére gyorsan rendeződött mindenféle probléma, és rögtön ment egy perccel később tovább a játék. Na és akkor folytassuk a Chelsea-vel, mindenki írt mindenhol, hogy na mikor foglalkozunk Thomas Tuchellel, meg a Chelsea helyzetével és társaival. Hát itt igazából azzal kell kezdeni, amivel kezdtük az egészet, hogy hogyan indult itt Boehly és Thomas Tuchelnek a kapcsolata? Tehát, hogy Tuchel a régi idők
embere, mondjuk így, a múlt fickója, akire rászakadt ugye az új tulajdonos Tom Boyle, aki hát látjuk, hogy szeret részt venni a klubnak az életében, aki intézte gyakorlatilag az átigazolásokat, aki mindig ott volt minden pillanatban, és egyébként meg rengeteg ötlete van, hogy jók vagy nem jók, az egy másik kérdés, de rengeteg ötlet, nagyon sok ötlete van, és gondolta, hogy ezt mind megosztja Thomas Tuchellel, akinek a WhatsApp, Viber, nem tudom milyen csoportja, az annyira tele volt spamelve az elnökség által, amivel így Thomas Tuchel egyáltalán nem foglalkozott, és akkor itt még talán finoman is fogalmazok, amikor azt mondtam, hogy egyáltalán nem foglalkozott. Igaz, Krisz? Hát valami ilyesmi. Igen. Mert hogy ha azt nézzük, Thomas Tuchelnek azért szerintem nagyon nehéz éve volt. Már csak a tavalyi év. Mert ugye most pedzegetted ezt, és akkor vegyük fel innen a fonalat. Ugye ő nem csak hogy amikor a klubtól ugye ellépett, a Chelsea-től ellépett Roman Abramovich, akkor nem csak az volt, hogy hirtelen ő lett a kinevezett kormány szóvívő, sajtós, animátor, miközben mindenki körülötte lapított, mint szar a fűben. Granovskaya, aki ugye az ottani technikai igazgató volt, szakmai igazgató, az effektíve egy interjút nem adott arról, hogy éppen mi történik, mindenki Thomas Tuchelt kérdezte, és kicserélődött körülötte közben mindenki a tulajdonos váltáskor, ugye nem csak a tulaj, a vezérigazgatói tanács, a szakmai igazgató, Granovskaya, Bruce Buck, Petrček, tehát ott így Thomas Tuchel ott volt, és ő lett hirtelen a legszeniorabb ember a fedélzeten. És mindezek mellett egyébként a magánélete sem volt egyébként túl kiegyensúlyozott, nem szoktunk sokat erről beszélgetni, de csak így tegyük hozzá, hogy elvált a feleségétől, két lányuk van, tehát ezek mind az elmúlt egy évnek a termése. És igen, az van, amit mondasz, hogy bejön egy új tulaj, új hétköznapok, új szokások, új habitusok, és lehetett olvasni most ilyen beszámolókat, hogy hát a WhatsApp csoportban nem volt elég aktív, találták ezt így Thomas Tuchelről, miközben ugye özönlöttek az ötletek, hogy mit szólsz hozzá, meg erről a játékosról mit gondolsz, és ugye állítólag volt egy meeting, ahol fogtak egy flipchartot, vagy egy whiteboardot, és akkor mutatták, hogy akkor tessék, mi lenne, hogyha a csapatban most akkor lennének ezek a hiányposztok, és akkor úgy állnánk fel, hogy 4-4-3-ban, és ilyenkor bekapcsol, amikor ezt olvasom, ilyenkor bekapcsol a fejemben az Office merevlemez, tudod, hogy elképzelem, hogy Steve Carell, ilyen Michael Scott-ként így rajzolgat a táblára, és akkor ott felrajzolja egy 4-4-3. És ugye ez érződött is ezen az átigazolási ablakon, hogy ez egy ilyen nagyon csapzott, nagyon szétszórt a átigazolási ablakot, mert hogy nagyon gyorsan reagáltak mindenre, mindenkire, de mintha olyan volt, mintha ilyen játékos kártyákat cserélgettek volna. És Tuchel pedig olyankor ebben a helyzetben már inkább azt érezte, hogy neki ez már teher, és hogy inkább visszagubozódott. Nekem egyébként van erre egy elméletem, hogy szerintem egy olyan klub, mint a Chelsea, az olyan, mint egy ilyen stressz kabin, ami felhangosítja így, vagy felnagyítja a legrosszabb tulajdonságaidat. Kicsit olyan, mint a pókemberben a Venom, tudod, hogy ha addig egy kicsit ilyen egoista voltál, akkor utána egy ilyen igazi öntett hülye gyerek leszel. És Thomas Tuchelnél volt az, hogy amikor a Párizsban volt, én ezt hónapokig hallgattam, hogy ő nem kapja meg a játékosokat, akiket szeretne. Amikor Paredes-t leigazolták, és kínosan kellett már egy játékos, mert Verratti sérült volt, aki tud passzolni a középpályán, és akkor ott mondta, hogy nem tudom, hogy hol van, lehet, hogy itt van az öltözőben, lehet, hogy itt van az ágyam alatt, tehát hogy már ilyen nagyon cinikussá, meg nagyon ilyenné vált. A Chelsea-nél meg gyakorlatilag bármit megkaphatott. Bármit. Tehát nemet mondott Cristiano Ronaldo-ra. Elköltöttek egy rahedli pénzt. És mégsem tetszett neki, hogy túl nagy felelőssége van. És én azt látom, hogy Tuchelnél két dolog nem működik, hogyha káosz van körülötte, akkor megőrül, ha meg túl nagy felelősséget kap, akkor meg berezel. És ezért is gondolom azt, hogy Tuchel nagyon nagyra tartom edzőként, szerintem tök jól működött a Chelsea-ben egy jó ideig, de ő akkor működik, amikor van körülötte struktúra, vannak játékosai, akik értik a taktikai elképzeléseit, és mellette konzisztensen elég kreatívak ahhoz, hogy az utolsó 30 méterben jók legyenek. Úgyhogy, és szerintem ez a környezetváltás ez egy kicsit kihozta belőle ezt, amitől egy kicsit azt éreztük már a végén, hogy kihúzták alóla a talaj. Na várj, tehát tulajdonképpen nem mondtad ki, de akkor te azt érzed, hogy jó döntés született a Chelsea-nél, hogy megköszönték Thomas Tuchelnek a munkáját? Azt érzem, hogy nem voltak kompatibilisek a felek egymással. Mert kihozta, inkább a rosszat hozták ki egymásból, pont emiatt, amit most beszéltünk. Tehát, hogy
ott vagy, mint Todd Bowley, és nem tudsz együtt dolgozni egy ilyen emberrel, nem tudsz dolgozni egy ilyen emberrel, és ez ilyen egyszerű. De közben meg azt is látni kell, hogy Tuchel az elmúlt időszakban már nem tudta azokat az eredményeket szállítani, nem tudta újra taktikai elképzelését átültetni. A játékosokkal is azért érezhető volt, hogy voltak már töréspontok bizonyos játékosokkal, már túl edzette őket, túl sok intelmet adott nekik, és már egy idő után ez visszajára fordult, és már nem bíztak úgy benne. És most szerintem ez a nagy kérdés, hogy az új edző, aki megérkezik, az mennyire tudja elhitetni velük azt, hogy a gyertek most elviszlek titeket egy olyan helyre, ahol megint eredményesek leszünk. Fura, de én inkább azt érzem, hogy ez egy kicsit elkapkodott dolog volt, mert hogy mindenki került már be új csoportkörnyezetbe, új munkahelyre, új főnök érkezett a régi munkahelyére, más metódusok kezdték el az adott munkahelyet így irányítgatni, de hogy kellett idő, és egy kicsit össze kellett csiszolódnia így mindenkinek. És én azt gondolom, hogy ez még bőven a csiszolódás időszaka volt, és nem várták meg, hogy ez a csiszolódás ez összeérjen valamivé, hanem azt mondtuk, hogy jó, akkor hagyjuk. De ez tipikus ilyen Boeri féle dolog, hogy jó, nem működik, akkor keresünk mást, akkor majd akkor másra megoldjuk, és akkor jó, csináljuk úgy, csináljuk, mert jók vagyunk, na, haladjunk. Tehát, hogy ez a mindent most azonnal csináljuk, ez ilyen Boeri sztori, és emiatt én azt gondolom, hogy a Dinamo Zágráb elleni vereség, az csak egy ilyen apropó volt, egy ilyen indok, hogy na, kikaptak 1-0, akkor most ezért elküldjük, kész. Tehát, hogy igazából ezt érzem az egész mögött. Olyan szempontból elkapkodott döntésnek tűnik, hogy Tuchel tényleg minden jogosultságot megkapott, minden pénzt megkapott, és azt érzed, hogy gyakorlatilag neki vásároltak be, és Tuchelnek még ez a helyzet sem volt kényelmes, mert azt érezte, hogy nem volt mögött elég keret, nem volt eléggé kifinomodva ez a működés, hanem az, amit te mondasz, hogy ez, gyere, csináljuk így, csináljuk úgy. De ahogy belegondolsz, ott van egy Newcastle, nem régóta egy új gazdag klub. Az első lépés, ami volt, az nem az, hogy kineveztek egy edzőt, hanem egy szakmai igazgatót, Dan Ashworth-ot. És onnantól kezdve választották ki akkor, hogy ki legyen az edző, Eddie Howe, elkezdtek az alapján játékosokat venni, tehát hogy volt egy ilyen lineáris sorrendjének az egésznek. Itt meg bejött egy új tulaj, elkezdte a játékos kártyázást, és közben az edző, aki meg érezhetően nem volt komfortos helyzetben, az meg így érezte, tehát az meg elkezdett zsizsegni. És erre mondom azt, hogy ez már az egész helyzet szülte ilyen konfliktus is, miközben meg azért ne vitassuk el, hogy Tuchelnek a tavalyi félszezonja, már a tavaszi félszezonja, az sem működött már annyira jól. Tehát, hogy ott is már érezhető volt az, hogy valami kezd kipörögni, kifutni, és az, hogy megérkezett az új elnök, és ő meg teljesen más sorrendben csinált ezt az egészet, mint a Newcastle, ez meg nem segített az ő helyzetén. Oké, megtörtént a váltás, vagy mondjuk, hogy megköszönték Thomas Tuchelnek a munkáját, és akkor itt elkezdtünk mi is agyalni, hogy emlékszel, pont vége volt a Hot Topicnak, és ki jöhet? Ki jöhetne? És akkor dobtuk be ezeket a sztáredzőket, akik még mondjuk így nagyon külön vannak, de úgy voltunk vele, hogy hát igazán nem nagyon van ilyen nagyon jó edző, aki Chelsea kompatibilis, illene a kerethez, és hogy így azt éreznék, hogy minden passzolna, de talán Graham Potter nevét te dobtad be egy adáson kívül, és milyen jó lenne, és én azt mondtam erre, hogy figyelj, nagyon jó lenne, örülnék is neki, de nem tudom elképzelni, hogy Pottert kiemelik a Brightonból. És hál' Istennek pár nappal később ez megtörtént, ez a történet, mert szerintem Graham Potter iszonyatosan tehetséges edző, és ő az, aki meg tényleg ahhoz van hozzászokva, hogy fest elviszik a játékosaimat, vagy mondjuk kutyaütők a befejezőim, de még akkor is iszonyatosan jól szerepel a Premier League-ben, mert hogy tulajdonképpen Potter esetében és a Brighton esetében sosem az volt a kérdés, hogy jó-e a játék, mert az mindig nagyon jó volt, hanem hogy elég jók a játékosok ahhoz a játékhoz, amit szeretne játszatni. És szerintem ez az, amit most így igazából megkap, mert hogy itt tényleg pénzparipa fegyver, minden megvan a Chelsea-nél, ugyanakkor meg azok a játékos kártyák vannak, amikre az van írva, hogy Thomas Tuchelé. És hogy ezeket kell majd most rendbe raknia, és emiatt vannak apró kétségeim. Igen, mert hogy a Chelsea bajai túlmutatnak Potteren, tehát lehet, hogy Potternek a hiányosságáról is lehet beszélni, ha egyáltalán vannak, de hogy jön egy olyan menedzser, ahol nincs senki a feje fölött, aki eldöntené, hogy kinek kellene jönnie, és kap egy olyan csapatot, amit meg nem neki vásároltak össze. Tehát, hogy ez nagyon más meló lesz, mint a Brightonnál, és minden korábbinál más, nagyon különböző meló lesz, és érted, a Chelsea-nél látunk már jó taktikusokat jönni-menni, jó menedzsereket jönni-menni, és szerintem ez egy hatalmas kockázat Potternek, még úgy is, hogy egyébként én is nagyon-nagyon kedvelem. Hát
edzőként én nagyon nagyra tartom, főleg a tekintetben is szerintem ritka, hogy egy angol edzőről van szó, és ezért ő már egy új hullámos angol edző. Mindenki arról beszél, hogy mennyire egy ilyen, mekkora egy taktikus, de szerintem ő sokkal több annál. Mert hogy szerintem több órát lehetne beszélgetni arról egyébként, hogy ő, amikor a Svédországban volt még edző az Östersundnál, akkor milyen módszerei voltak. És hogy egyébként tényleg baromi érdekes, és hogy amikor oda ment, akkor átvett egy csapatot Svédországban, ami a negyed osztályról felhozta őket az élvonalba, és még az Európa Ligában is játszottak. És olyan módszerei vannak, ahol azt érzed, hogy ő nem csak coachol, hanem gyakorlatilag nevel. Kicsit ilyen nevelő edzői szemléletben is tud működni. És hogy amikor ugye kinevezték, akkor volt nekik a stábjában egy kultúrfelelős, akivel alapítottak egy színházi társulatot, meg programokat szerveztek, festménykiállítást, meg táncmulatságot, meg minden ilyeneket. Az egyik kedvenc képen Potterről, amikor fekszik egy ilyen színpadon, de egy rendesen egy ilyen színházi előadáson, mert 2015-ben a csapatával előadták a Hattyúk dalát, és aztán utána még énekeltek is. Mert hogy Potter, amikor megérkezett, ő egyébként érzelmi intelligenciából, meg leadershipből rakott le mastert, vagy mestert a Leeds-i egyetemen, és amikor megérkezett, akkor azt látta a svéd embereken, meg azon a kereten, hogy kicsit olyan visszafogottak, és hogy kérdezte azt, hogy mitől félnek a legjobban ott Svédországban, és akkor kérdezte, hogy a haláltól, a egészségügyi gondoktól, és akkor azt mondták neki, hogy nem, attól, hogyha fel kell lépni egy porondra, és beszélni kell emberek előtt. És hogy ebből lett az, hogy akkor ezért kezdte el ezeket a programokat megszervezni, és hogy ezután volt az, hogy az egyik játékosát megkérdezték, és azt mondta, hogy gyerekek, 3000 ember előtt rappelni nem annyira nehéz, és azután még mint hogy ha azt megcsinálod, akkor azután már a foci is sokkal könnyebbnek tűnik. Úgyhogy van a paliban egy kicsit ilyen Robin Williams holdköltök társasága típusú ilyen figura benne, de tényleg az a kérdés, hogy betesz egy ilyen embert a Chelsea-hez, aki nagyon ilyen holisztikusan közelíti meg ezt az egészet, ő most oda megy egy Thiago Silva-hoz, és azt mondja, hogy gyerekek, nézzük ezt így teljességében, férfit faragunk belőled, mert mit tudom én, hány perccel később fogják azt mondani neki, hogy tudod mit, engem ne fáradszál ezekkel, én pontosan tudom a dolgomat. Úgyhogy szerintem itt egy ilyen kockázat van, hogy Potter esetleg egy kicsit túledzi a csapatait, mert hogy egy negyedosztályú svéd csapatnál, ha túledzed őket, az jó. Egy Chelsea-nél már nem biztos. Értem, amit mondasz, mik a legnagyobb félelmek vele kapcsolatban? Hogy hát igazából nincsenek komoly eredményei Graham Potternek. Van egy svéd kupa győzelme, ugye, ami Európába juttatta az Östersundot, de hogy alapvetően nincsenek igazán sikerei, de szerintem ez kevésbé problémás, meg az, hogy nem dolgozott igazán nagy ilyen sztáralkatokkal, azokkal az egókkal, amiket így, hát így nem nagyon lehet formálni, csak maximum hozzájuk formálni a keret többi részét. És ezért ilyen egóból van jó pár játékos a Chelsea keretében. És nekem a legnagyobb félelmem az, hogy az a kérdés, hogy Graham Potternek van egy játék elképzelése, amihez hozzágyúrja a Chelsea játékosait, vagy azt mondja, hogy az játék elképzelésemet eldobom, és a kerethez próbálom igazítani a lehető legmegfelelőbb játék elképzelést. És tök jó lett volna, ha már lett volna a hétvégén forduló, mert akkor legalább láttuk volna ezt. De most egyelőre ez egy ilyen tapogatózás a sötétből, nem tudjuk, hogy melyik fog megtörténni, mert hogyha az utóbbi, akkor nem hiszem, hogy olyan sok probléma lenne. Ha viszont az előbbi, akkor de nagy hülyeség volt itt kiszórni Lukakut, de nagy hülyeség volt össze-vissza belső védőket vásárolni, és de nagy hülyeség volt akkor az egész kártyázás itt a nyári szezonban Boeliek szempontjából. Meg hogyha ide vezetem vissza az edzőválasztást is, hogy jó, Tuhelle nem működik, nem válaszol üzenetekre, nem jó nekünk, akkor ki a legjobb edző most, ki van szabadon? Aha, jó, akkor ki a legtehetségesebb? Mondjatok valakit, Potter? Jó, legyen Potter, hozzuk el! Tehát, hogy lehet, hogy ez a döntés is így született meg, és nem biztos, hogy ez is olyan nagyon mélyen végig volt gondolva. Nem, adom. Tehát, hogy én még sajnálom is a Brightont ebben az egészben, mert hogy nem, én azt hiszem, hogy nem volt vége még Potter kalandjának ott Brightonban, és ráadásul most túl jó, tehát, hogy negyedikek a Premier League-ben. Végre megoldódott az XG problémájuk, az, ami évek óta tartott, hogy nagyon jók, csak nem lőjük be a helyzeteiket, és azért vannak a 11. helyen, és nem följebb. És most ott tartanak, hogy tulajdonképpen egy Európa Liga helyért is mehetnének akár a szezon végén, ki tudja. És ez sajnos nem fog kiderülni, mert most már ugye kivásárolták Graham Pottert. Hát Jonathan Wilson ugye a legnagyobb szakíró a világon, ő most írt el erről is egy cikket, és ő ezt teljesen olyan fénytörésben látja, hogy
Már megint a kapitalista karvaj tőke lerabolja a keményen dolgozó kisembert, és így került most Graham Potter a nagy tőkeerős Chelsea-hez. Folytassuk a Lipcsével, hiszen végre megtörtént az edzőváltás, Tedeszkót elküldték. Hát én azt gondolom, hogy kicsit későn történt meg itt az edzőváltás egyébként, mert hogy az igazság, hogy Tedeszkónak volt egy olyan Jolly Jokere, egy olyan pajzsa, ami, tudod, a kőpapírolóban a flex, tudod. Tehát, hogy mégiscsak ő nyerte meg az RB Leipzig első trófáját, az első komoly trófáját ugye a történelmében, ugye ez a német kupa győzelem volt most itt az elmúlt szezonnak a végén, ami szerintem őt a helyén tartotta. Az elmúlt szezonnak a vége az nagyon-nagyon rossz volt. Tehát, hogy amikor Jesse Marshtól átvette a csapatot, akkor visszafogottabb lett a pressing, és elsősorban az átmenetekre hajazott a Lipcse. Ebben egyébként sokat lépett előre, de még mindig kevés volt ahhoz, hogy valóban az élmezőnnyel vegye fel a harcot, mert nyilván jelesül a Bayern München. Ehhez azért nagyon kevés, és lényeg az, hogy ez a felfutás, ez nagyon gyorsan így visszaesett, és nem is volt olyan nagy az a felfutó hullám, és ebben a szezonban, meg a szezon kezdet az úgy nézett ki, hogy tulajdonképpen rettenetes volt Lipcse meccset nézni, mert full szenvedés volt az egész. Ha labdát kellett birtokolni, rettenetesek voltak, ha védekezni kellett, rettenetesek voltak, egyetlen egy dologban voltak továbbra is nagyon jók, területbe, gyors kontrák, átmenetek, végigvitele, ebben jók voltak. De ez nagyon-nagyon kevés ahhoz, hogy te a Bundesliga első négy helyezettje között legyél, és szerintem ez volt az elsődleges ok, hogy végre megköszönték Tedeszkónak itt a munkálkodását, mert az utolsó néhány mérkőzés már kifejezetten csúnyán nézett ki. Igen, meg nem tudom, hogy mikor tűntek fel ennek az első jelei. Mert hogy a játékban az első jelek szerintem már tavaly valahol ott fél időben, vagy fél idő utáni időszakban már is szerintem kezdett kijönni. De az is érezhető volt Tedeszkónál, hogy ott már a vezetőségével sem feltétlenül megy át annyira így a kémia, mert hogy ugye felrótták neki azt, hogy túlságosan megnyugtató volt ott az embereivel az Európa Liga sorozatban, amikor a Rangers ellen játszottak, akkor volt egy olyan mondata, hogy nem ez életünk legfontosabb meccse, mit tudom én, és hogy ez állítólag nem tetszett a vezetőségnek sem, hogy túlságosan megnyugtatólag hatott a játékosaira, és hogy nem emelte így a tét magasságát, de hogy közben meg a szerződését sem akarta meghosszabbítani, és emiatt ugye a vezérrel, ugye Minclaffal eléggé, nem tudom, milyen mosolyszünet alakult ki, és szerintem, és én mondom, ezek a játék mellett, igen, ezek megvoltak, és aztán utána jött a nyár, ahol azt érezted, hogy az igazolások is nagyon furcsák, mert hogy megtartották Leimert, akiről meggyőződéssel állítottuk szerintem valamelyik ilyen money is, vagy nem tudom, amikor a Bayern Münchennel foglalkoztunk az egyik ott topikban, hogy ő biztos, hogy el fog menni. Tehát azért hozták Schlagert, és hogy tudti, hogy el fog menni, ehhez képest maradt. Szó volt arról, hogy kell egy belső védő, aki lehetőség szerint jobblábas, erre elhozták Abdou Diallót kölcsönbe ballábasként, és behozták Timo Wernert, amellé az André Silva, Christopher Nkunku, meg Yusuf Poulsen mellé, akiről érzett, hogy igazából nem nagyon kellett. Mert hogy beteszed még a támadó játékba Forsbergert, meg Dani Olmót, ott vagy, hogy hova, minek, miért. Második legjobb érzik. De várj, de itt a Werner sztori az nem egy ilyen, tudod, amik vannak ilyen lehetőség, amikor egyszer kicsit kinyílik az ablak, és azt mondjuk, hogy na akkor kiugrunk azért a dologért, vagy nem ugrunk ki, mert szerintem ez ilyen pont a Chelsea-ből fakadó, hogy Werner nem kell, passz ő kell. Egy 20-as mit szóltak hozzá, és akkor azt mondod, hogy basszus, Werner egy 20-as ér. Hát az azért csak kéne. Annyit megér, érted? De az is, igen, igen, hogy ez az ablak megnyílt, ez benne van, tehát hogy a helyzet miatt is, meg szerintem ott Minclav is úgy volt vele, hogy aha, jó, megmutatom nektek, és kicsapom ide az asztalra, és megmutatom, hogy ha, vissza fogom hozni magamhoz, érted, úgyhogy ti közben a világ összes pénzét kifizettétek, érted. Tehát, hogy ebben volt egy kis flex, de ez most ez a fajta flex, nem az, amit te mondtál. Ja, úgyhogy ez. És hogy ez innentől kezdve egy érdekes dilemma, hogy Tedeszkót kirúgod, és a Lipcse vezetése ugye most két oldalról kapja az ívet ugye a német szaksajtóban. Az egyik az, hogy mindenképpen házon belülről kell igazolni, mert hogy
Red Bull DNS, meg lehet nézni, hogy mi lett annak idején Jesse Marshall, és hogy mennyire nem működött az, hogy őt emeltet ki onnan a belső iskolából. Vagy a másik oldal, az pedig ugye inkább a kritikusoké, akik azt mondják, hogy gyerekek, most már a német edzői kör az is most már annyira fantáziátlan, hogy miért nem tekintesz ki egy kicsit, miért nem próbálsz meg egy körön kívüli embert behozni. És hogyha belegondolsz, a Red Bull elmúlt időszakának a legjobb edzője mégiscsak Nagelsmann volt, aki meg nem egy Red Bull fájáról fakadó gyümölcs volt. És ehhez képest meg ugye jön az a Marco Rose, aki meg egy nagyon helyi gyerek, abszolút belsős igazolásnak tűnik, ismeri a viszonyokat, és valószínűleg fog tudni hozni valami új impulzust, de hogy ez mennyire lesz más, ez nekem nagy kérdés. Mert hogy, és itt tényleg csak egy ilyen zárójel, hogy Lipcsénél ugye mindig arról beszélünk, hogy ekkor egy klubmodell, úgy működik az egész, mint egy vállalat, hogy a folyamatok azok, gyakorlatilag ember nem kell bele, mert mindenki tudja, hogy mit kell, hogyan csinálni, mint egy autóüzemben. Ehhez képest a Lipcsénél 2021. júniusa óta nincsen szakmai igazgató. Tehát arról beszéltünk, hogy a Chelsea-nél is mennyire gáz az, hogy Granovskaya elment, nincs egy olyan ember, aki ezekről tudna tanítani, és ugye az utolsó szakmai igazgatója a Lipcsének egy Kröse volt, és most a legutóbb is Minclav töltötte be ezt a pozíciót ilyen Burley style-ban, hogy akkor vegyük ezt, vegyük azt, kinyílik az ablak, nem tudom én, és most ugye szó van arról, hogy a volt Gladbach-tól, tehát a Gladbach-tól jön az ex szakmai igazgató Eberl, Max Eberl, és de hogy még mindig nem nevezték ki. Tehát, hogy valahogy egy kicsit nekik is rendezniük kéne a sorukat, és ezt érzem, hogy amíg ezeket nem voltak megoldva, addig igazából Marco Rose a biztonsági, meg a kockázatmentes választást jelentette. Én is azt érzem, hogy tehát Rose az ő emberük, ugye? Tehát, hogy az Salzburgnál azért szerintem bizonyított, és egyébként szerintem a Gladbachnál nagyon-nagyon jó volt az utolsó időszakig. Viszont Dortmundban hát egyértelműen megbukott. Tehát ha a Rose szempontjából nézzük, akkor neki kicsit újra kell építenie magát, egy kicsit rendbe kell hozni a karrierét, a kicsit megkapott renoméját, és erre ez egy tökéletes terep szerintem a lipcsei lehetőség. Viszont a Lipcse szempontjából ez tényleg ilyen biztonsági játék, mert hogy hát jó, akkor legyen ő. Tedeschohoz képest én azt gondolom minden tekintetben előrelépés. Viszont egy picit visszalépés is Jesse Marsh irányába. Mert hogy nagyon-nagyon hasonló lesz, vagy hát ha azt mondjuk, hogy Marco Rose, mi jut eszünkbe? Nagyon komoly pressing, nagyon gyorsan végigvitt támadások, ellenfél térfelénél megszerzett labdák, és nagyon gyorsan kapura törés. Hát ez Jesse Marsh volt, és pont az volt a probléma, amikor kinevezték Jesse Marsht, hogy a labdás fázisok, az építkezős fázisok, nem amikor az ellenfél térfelén kell lepresszingelni, hanem amikor a labda kihozatalokat kell megszervezni, és úgy eljuttatni a labdát a támadó harmadba, ez döcögött. Most egyelőre egy meccset láttunk egyébként Rose alatt, amikor ezt pont a Dortmund ellen játszotta. Látszottak újítások, de ezek inkább ilyen formációbeli, meg személybeli változtatások, amik így lát, itt a Diallót például betette, egyébként tök jól játszott Diallo ilyen tekintetben. Még mit tanít? Tehát, hogy Nkunku csatárpozícióból jobboldali támadót játszott, de ugye nem szélen, hanem a jobboldali félterületben. Szoboszlai végre visszakerült a baloldali félterületbe, szerintem ez nagyon jól működött, neki rúgott egy gólt egyébként, egy bomba gólt, meg adott szögletből egy gólpaszt egyébként Willy Orbánnak. Bekerült sláger a csapatba, tehát hogy vannak ilyen személyi változtatásai, meg Hendrix is beállt, és nem ebbe a idióta hatos pozícióba, amit a Tedesco talált kinek, hogy ez már milyen baromi jó lesz, hanem jobb oldalra állt be. De hogy alapvetően még nem olyan látszottak ezek a dolgok, működtek jól az átmenetek, ezek szépen történtek, de hogy ezek a nagyon komoly újításokat még nem láttunk Rose szempontjából. Csak még nekem felmerül egy kérdés, és elkezdted ezt pedzegetni, ezt a nyári sztorit, hogyha nem nagyon bízol abba, hogy Tedesco húzza végig a szezont, akkor miért adod a Angelinhót, és hozol helyette egy David Raumot, akinek hasonló számai voltak ugyan, de hát egyelőre nem feltétlen működik David Raum ebben a csapatban. Miközben Angelinho az egyértelműen személyi problémák miatt távozott a csapattól, mert Tedescoval nem jött ki. Tehát, hogy itt sem feltétlen látom a tudatosságot, és valamikor vannak ezek a nagy gépezetek, amikről így azt gondoljuk, hogy hát ez azt a mindenit, ez micsoda rendszer. Nem biztos, hogy ott is minden rendben van, mindig minden fogaskerékkel. Foglalkozzunk a Juventusszal is egy kicsit, mert hát
arra gondoltunk, hogy ez akár beférne a hét pillanatába is, ami történt a Salernitán elleni mérkőzésen, bőven, de hogy ez egy jóval mélyebb téma, mélyebbre kell ásni, és kezdjük akkor a felszínnel, és nézzük meg ezt a Salernitán elleni mérkőzést. 2-2 lett, de nyilván a hétvége legnagyobb botrányát az okozta, hogy hát volt itt egy Milik győztes gól, mondjuk ott a mondhatom szerzés, ami után Milik befejelte, levette a meszt, hogy de örült neki, hogy kiállítsák ezért. Tehát alapvetően olyan hülye vagy, hogy tudod, hogy ki fognak állítani azért, mert hogy leveszed a meszt, akkor na, ez az egy. Ha meg olyan hülye vagy, hogy nem tudod, hogy ki fognak állítani azért, mert leveszed a meszt, akkor pláne hülye vagy. Szóval, hogy ennyit. Na várjál, és akkor most álljunk egy pillanatra, marha jó, csak mondjuk el a kontextust is ebben az egészben, hogy a Juventus Salernitánál 2-0-ra elment ugye a Salernitánál. Bremer szépített, 2-1, és elérkezett a 93. perc, amikor Bonucci 11-eshez jutott. Kihagyta a 11-est, de mégis belőtte, tehát hogy túlélték, mégis meghaltak, és ekkor jött utána a szöglet, amikor Milik csúsztatott ugye egy fejessel, egy gólt, hatalmas örömködés, itt jött az a pillanat, amit ugye te is mondtál. Hát igen, hogy második ugye sárgáját megkapja mezlevételért, és aztán jön a csúszpoén. És igen, de hogy kiállítás és a játékvezető lestítél. És meg is mutatja a TV kamerája, itt van, les helyzet, belóg a láb, ez van, ez teljesen egyértelmű. Ha csak ezt a kamerát nézed, azt mondod, hogy basszus, tényleg les. A probléma az, hogy volt ott még egy játékos a szöglet zászlónál, és ide be fogok majd vágni egy képet, hogy hogy látszik egyébként, hogy azt a játékost elfelejtette a VAR számolni. És hogyha azt számolta volna, akkor látszik, hogy egyértelműen nem les, és egyértelműen szabályos gól született. A történetek után egyébként Allegrit is kiállították, de ha valakit megértek, hogy reklamál, az pont egyébként Allegri. A VAR történetében én nem emlékszem ekkora, ilyen óriási nagy hibára, ilyen óriási nagy bakira, mint ami itt történt, mert hogy nem arról van szó, hogy a technika nem tudta pontosan kiszámolni, hogy akkor az a térd egy milliméterrel előrébb vagy hátrébb van, hanem egész egyszerűen egy kameraszöget néztek, amiből nem lógott be egy játékos. Tehát, hogy nem lógott be egy játékos a képbe. Igen, és ugye főleg tehát ugye a fő bíró kapja a savat, azért, mert ugye kiállította Allegrit, kiállította a Cuadrádót, kiállította a Fációt, előtte kiállította Miliket, hozott egy rossz döntést, de hogy ha belegondolsz, a bíró abban a helyzetben a rendelkezésre álló információk alapján helyesen döntött. Igen. Egyébként ez is kérdéses, és nem tudom, hogy ebben van-e konszenzus, de hogy ott nem tudom, hogy ugye az történik, hogy Milik csúsztat egy fejest, gyakorlatilag a labda így teljesen az üres pontra tart, és ugye Bonucci az, aki bele akar érni, ugye a lesen lévő Bonucci az, aki lesen lévő Bonucci, aki megpróbálja így tovább csúsztatni, de hogy nem éri el. De ugye, ha lesen van, majd ha nincs lesen, na, szóval mit akartam mondani? Igen, tehát hogy ő ugye aktív les miatt érvényteleníti ezt a helyzetet, de hogy itt egyértelműen aktív lesről van szó? Mert hogy ugye megnéztem direkt az IFAB-nak ezt a lesre vonatkozó szabályzatát, ott azt mondja, hogy labda megszerzése céljából támadja az ellenfelet, vagy egyértelműen megkísérli megjátszani a hozzá közelévő labdát, de úgy, hogyha az befolyásolja az ellenfelet. Abban a pillanatban én nem éreztem azt, hogy Bonucci annyira befolyásolna bárkit, hanem csak így egy olyan labdába próbál még belepiszkítani, amit már senki effektíven nem tehát, játszik meg. Magyarul azt mondta, hogy sansza nem volt elérni azt a labdát, de meg volt a mozdulat. Igazából erről beszélsz. De az a lényeg, hogy nem a főbíró volt itt a legfőbb ludas, hanem a VAR-szoba, aki effektíven nem tudott egy olyan plánt mutatni, egy olyan képkockát, ahol egyértelműen látszik, hogy egyébként Kandreva, aki ott állt a szöglezászlónál, is így fordult meg. Ilyen lassúsággal. Ő volt az, aki igazából fedezte Bonuccit abban a helyzetben. Úgyhogy igen, tehát nagyon komikus volt. És Olaszországban azon a hétvégén egyébként egy Lazio meccsen is volt egy nagyon vitatott helyzet, amikor Sarri így mutatta valóta egy ilyen kép, amikor így mutatta a bíró felé, hogy mégis mit képzel. De hogy azért akartuk ezt felhozni, mert egyrészt beszéljünk arról, hogy a VAR az most azért elég komoly csődöt mondott ebben a helyzetben. Másrészt meg, hogy ne hagyjuk már megúszni a Juventus edzőjét, Massimiliano Allegrit ezzel, és azt mondani, hogy fú, hát micsoda botrány volt, és ez nem rajta múlik, mert hogy
mert hogy ez a Juventus azért nagyon rosszul néz ki. Tehát én abból a meccsből láttam az első fél időt, utána a felvételről néztem meg a maradékot, mert pont lemaradtam róla, de hogy figyelj, mini quiz, meg tudod-e mondani, hogy a Juventus hányadik most jelenleg lőtt XG-ben? Tehát XG lőtt adatban. XG-ben? Hát fúha, hát olyan nyolcadik kb. Aha, 15. Ust. És XG-ban, figyelj, XG-ban szintén 15. Tehát, tehát azért nem néz ki jól most ez a Juventus. És az első fél időben hihetetlen gyatrák voltak. És ugye Bonucci volt az, aki azt mondta, hogy nem játszhatunk így gyerekek, ezt nem engedhetjük meg magunknak. És ilyen szempontból nagyon, nagyon szórakoztató olvasni azt a bullshit gyűjteményt Allegri-től, amit minden meccs után felsorol. És most legutóbb azt nyilatkozta, érdemes egyébként Allegri-t olvasni, mert tényleg a legnagyobb közhely pápa ilyen szempontból. És most így azt nyilatkozta ezután a meccs után, hogy ne idegesítsenek fel. Önök látták a meccset, de nem nézték. Most elrontottam. Önök nézték a meccset, de nem látták. Nem voltunk mi olyan rosszak. Tehát, hogy olyan érzés Allegrit olvasni, mint hogy ilyen konstans tagadásban. Egyébként ez a baj, hogy néztük, és hogyha mondjuk az első gólra, ha visszagondolunk, megvan az, hogy Cuadrado tudod, felülik fejelni, és elmegy fölötte a labda, elhibázza a labdának a szögét, és az a lötyögés, kocogás visszafelé, hogy ez az én hibám, de... És így megyek visszavédekezni, hát ez mindennél árulkodóbb. Ez árulkodóbb annál is, hogy 2-2 lett a meccs. Igen, a Juventusnak kellett volna nyernie, de ha nyer a Juventus ezen a mérkőzésen, akkor is fennállnak a problémák? Igen, egyértelműen fennállnak a problémák ugyanúgy. Elcsaltak? Nem ez a jó. Elvettek 2 pontot a Juventustól? Mert szerintem itt szándékos csalásról nincs egyébként szó. Elvettek 2 pontot a Juventustól? El. Számíthat ez a végén? Nagyon is. De legjobban az számít, hogy Allegri alatt egyszerűen nem működik ez a Juventus. Nagyon-nagyon csúnya, nagyon-nagyon jól igazoltak szerintem a nyáron, nagyon-nagyon fontosak voltak ezek a karakterek, de szinte mindenki megsérült. És a Juventusnak nem olyan mély a kerete, hogy ez a B mag, vagy mondjuk, hogy a háttérország megoldja ezeket a problémákat. Mert hogy Allegri nagyon-nagyon, és mindig is ki volt szolgáltatva a keretének a képességeinek, és ennek a lecsapódását látjuk szerintem ezekben az XG adatokban, amiket te is itt felsoroltál. Igen, és legjobban egyébként Vlahovicot sajnálom ebben a helyzetben, mert akármikor nézem, nyilván arszenálosként mindig ott van bennem ez, hogy gondolkodom azon, hogy milyen lett volna az Arsenalban. És egyébként nem gondolom azt, hogy annyira jó lett volna, mert ő azért ez a csatár-csatár típusú profil, de hogy nézem, és sajnálom rendesen a csávot, hogy ott áll a félpályánál, egy támadásnál, odaadja, megkapja a labdát, nesze, vigyed. Tehát, hogy ebben a helyzetben találja magát. Honnan jön a kiszolgálás? Nincs, nem volt most egy Locatelli, mert nagyon sokan sérült, de akár mikor kinyitja Allegri a száját egy meccs után, az arról szól, hogy hibát követtünk el, meg amikor elvesztettük a labdát, nem kellett volna, és akkor mindig azért beszélj már arról, hogy hogyan kreálsz helyzeteket, meg hogyan segíted azt a szerb gyereket, akit megvették 70 millióért, és akivel igazából nem tudsz mit kezdeni. Mert hogy tényleg az, amit mondtál, hogy tavaly nézted a Juventust, ugyanígy nézett ki. Most a világ egyik legjobb csatára ott van nála, még minden neki kell csinálnia. Minek cseréltelek Kosticsot ezen a meccsen? A legjobb játékosa volt a Juventusnak. Bremernek ő adta a labdát a szépítéskor. Jók voltak a beadásai. Így tudod igazából megtalálni Vlahovicot. Ez az egyetlen módja, hogy valahogy így megjázd a fejére, vagy ott a 16-osról belül, hogy Kostic beadja ezeket a labdákat. Miért kaptad le? Miért egy Danilót hozol be helyettem? Miért egy Paredes rúgja a szabadugat, amikor érzed, hogy Paredes oda úgyis fölé lövi? Tehát, hogy Paredesnek a passzjátéka jó, nem a lövő technikája, érted? És ilyen furcsaságok vannak, hogy viszont néztem a PSG elleni meccsüket, és ott 3 védőztek. Egész jól működött, érted, hogy azt mondod, hogy Kostic, Cuadrado szárnyvédőként használod, belül tudod esetleg Vlahovicot megtámogatni egy Milikkel. Oké, viszonylag működik, és aztán lehet, hogy mögött van egy ilyen hosszú távú megfontolás, hogy jaj, ebben hogy fog beférni egy Pogba, meg egy Chiesa, ha visszajön, meg Di Maria, de hogy ezzel szerintem ráér bajlódni akkor, amikor Chiesa visszajön, és érted, Di Mariának meg lehet találni a helyét egy középpályán, támadó sorban. Egész egyszerűen az van, hogy Allegri nem szeret háromvédőzni, és kellene változtatni, de nem akar, hanem inkább ragaszkodik ahhoz, amit eddig is csinált. Ezt szerintem nem erről van szó, hogy nem szeret, hanem nem is biztos, hogy van 3. Tehát, vagyis gyakorlatilag 3 belső védője van értelmes, és lehet, hogy
Szerintem három értelmes belső védője van, és nem biztos, hogy, nem biztos, hogy elég mély a belső védő szempontjából a keret ahhoz, hogy, egész szezon vagy hosszú távon mondjuk három belső védővel játszom. A probléma az egyébként, hogy mindenki látja, szerintem az összes Juventus szurkoló látja, hogy nem jó, gondok vannak. De kifelé meg megy ez a propaganda, hogy Allegrit megkérdezték az elmúlt szezonban, hogy na és mi a helyed, hogyan? Hát a tervezethez képest sokkal jobban állunk. Mi volt a terv? Mi volt a terv, hogyha ilyen baromi jól áll a Juventus? Tehát mi volt itt a terv? És ezt mondom, atya úristen, tehát hogy lehet ilyen marhaságokat beszélni? Tehát hogy ez a probléma, hogy, nem az van, hogy, hát igen, ez most itt ez volt a baj, meg az volt a baj, meg nem ez volt a baj, hanem lehet, hogy nem is tudják, mi volt a baj, mert a baj az volt, hogy sérültek voltak a kulcsjátékosok. És igazából ezzel lehet magyarázni az egész Juventus mélyrepülést. Ugyanakkor meg azt is gondolom, hogy ha visszatérnek ezek a játékosok, akkor Juventus tud nagyon jó lenni, még akkor is, hogyha Allegri marad a vezetőedző. De egyrészt hülyeség volt visszahozni Allegrit, másrészt meg hülyeség volt a nyáron nem elküldeni Allegrit. Még úgy is, hogy meg lett végül a BL pozíció. De tényleg, ezt gondolom. És egyébként, ha most megnézed a Juventust, azért itt jöhet a baj csőstül, vagy egy ilyen stratégiai pozícióban vannak most jelenleg, mert ugye jönni fog a Benfica elleni mérkőzés, ahol hát azért a Benfica egy jó csapat, és szerintem ott a Bajnokok Ligája felvezetőnkben azért beszéltünk róluk. Nem annyira egyértelmű szerintem, hogy ott a Juventus felül fog kerekedni, és utána megjön a Monza, egy olyan csapat, amely szeret nagyon mélyen ülni, amely szeret sündisznózni, és neked meg van egy csapatod, ahol nem túlságosan alakultak ki ezek a sémák, hogy te felborítsd feltétlenül egy ilyen betonozó csapatot. Tehát, hogy ott vagy két meccsel később, hogyha ezek most így nem sikerülnek jól, akkor nagyon hamar bajba kerülhetsz. Mindezt úgy, hogy Allegri szerintem nagyjából azzal számolt egy a kockázatokat, hogy oké, a PSG elleni meccs az nem számít, a Benfica lesz a fontos. Kikaptál a PSG-től, oké, most jönni fog a Benfica. Ha kikapsz a Benficától, akkor szerintem nagyon rövid távon nagyon nagy bajban lesz a csapat, mert innen már szerintem nehezen fog még visszakapaszkodni akár a BL-ben, és a bajnokságban meglátjuk, hogy most éppen hol tartanak. Dávid, most nem voltunk túl kemények a Juventusosokkal szemben, de most azért eléggé kritizáltuk a csapatot is, Allegrit is, egyes szurkolókat is. Kicsit kemény volt ez most. Jó, igazad van, Engeszteljük ki őket valamivel.